ti ketten csináljátok most a tesóddal megint. Ugye, mit is készítetek? Hagymás álom. Hagymás csokoládés tortán. Most kezdjük a ropogós réteget a brownie-ra önteni, már fagyasztjuk a torta belsejét, és utána jön a mousse réteg még bele. Körülbelül mennyi idő megcsinálni egy ilyen tortát az elejétől a végéig? Hát őszintén szóval sosem értem még, de körülbelül egy olyan 2,5 óra. Mennyivel nehezebb itt csinálni egy tortát, mint otthon a saját műhelyedben? Szerintem csak annyival nehezebb, hogy az eszközöket keresgéljük, meg nem a megszokott helyen vagyunk, de egyébként nem annyira zavar bennünket. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó cukrász legyen? Nagyon fontos szerintem a maximalizmus, ami nálam néha kicsit több, mint kellene. Az elköteleződés néha nehéz az, hogy ameddig a többi ember szabad ideje van, hétvégéje van, addig a cukrászatban a hétvége a leghúzósabb, és ez azért úgy nehéz. Ti ugye egy makói vállalkozást vésztek, családi vállalkozást. Említetted a múltkor, hogy talán még a nagypapát kezdte. Kötelez ez benneteket arra, hogy folytassátok a bizniszt? Nem tudom, jól fogalmazok-e? Igen, szerintem mindenféleképpen. Azt kijelentettem, hogy egyikünk se cukrásznak készült. Nekem énektanári diplomám van. Énektanárnak készültem, édesapánknak is tanítói diplomája van, testvérem kézilabdaedző. Szóval kicsit távol áll a cukrászattól a család, de utána mindenki itt kötött ki. Széchenyi 2020 készült Magyarország kormánya megbízásával, az Európai Unió támogatásával. A Csongrád-Csanád megyei identitás erősítése top 5.3.2.17 C1 2020 0001.